Hogyan csináltam ezeket a nagyon király fényefekteket? Kérdezheted. Nos, ez a videó pontosan erről szól. A titok egy Spotlight Projector. A mai napon a Nenlight-nak a Forza projektorát, pontosabban a PJFMM19-et fogom bemutatni. Át fogjuk beszélni, hogy mi is ez a dolog, miket tud, van-e értelme neked beszerezned, pro, kontra, és pár néhány egyedi kreatív esetet is bemutatok, aminek csak a képzeleted szab határt, úgyhogy csapjunk is bele, de előtte intro. Ebben a videóban el fogom mondani, hogy szerintem a Spotlight projektor miért az egyik legjobb eszköz, ami egy kreátornak lehet a kitjében. Kezdjük azzal, hogy mi is ez a dolog, hogyha még nem hallottál a Spotlight projektorról. Nagyjából egy olyan 100-200 ezer forint körül van, és a nagyobb márkák mindegyike Bowens Mount-tal árulja őket, vagy azzal készíti. Az a konkrét termék, amit én a Nenlight-tól bemutatok, ugye ez egy projection attachment, és a Forza 150-nel fogom használni, erről a fényről amúgy van egy külön review-m is, amit majd a videó végén belinkelek, meg a leírásban is ott van, ugye a like-on balatt, amit benyomhatsz, hogyha tetszik ez a videó. Szóval, ez egy úgynevezett Leco fény, vagy Leco mount, és nagyon egyszerűen elmondva egy objektívet ad, úgy, mint a kamerádon, csak a fényednek, és ezért tudod fókuszálni különböző módokon a fényeket. Egy nagyon fontos dolog, hogy itt különböző fokokban adják meg, hogy milyen széles. Az enyém 19-es, de hogyha egy nagyobbat, mondjuk 36-osat veszel, minél nagyobb, annál szélesebb lesz a fény. Ugyanúgy, ahogy a kamera objektíveknél is, fókuszálhatunk ezekkel a lencsékkel, de ez csak a jéghegy csúcsa, hiszen ennek annyi sok király funkciója van. Például vannak ezek a pengék az elején, a mindenhol körbe a projektornak, amikkel be tudunk vágni a fénybe, és mindenféle király formákat megcsinálni. Ez különösen akkor nagyon jó, hogyha valamilyen egy konkrét helyre szeretnéd a fényt irányítani, például amikor én termékvideózom, és mondjuk a címkét szeretném még kihangsúlyozni, akkor ezt rá tudom irányítani, amit mással szinte lehetetlen. Persze meg lehet maszkolni mondjuk utólag, amikor editálunk, de az már nem ugyanaz a minőség. Ezzel konkrétan azt az effektet tudod elérni, amit akarsz. A következő nagyon király dolgokat góbónak hívják. Ezek a furcsa kinézetű kis tányérok, lemezek, nevezzük lemezeknek, amiket így be tudsz csúsztatni magába a spotlightba, és akkor ezeket fogja ugye projektálni a szettedre, vagy a falra, bárhova. Na, most hogy az alapokat átbeszéltük, beszéljünk azokról a kreatív módokról, amire tudod ezt használni, de előtte nézzük meg, hogy mi van a dobozban. Teljesen profi hortáskával jön, elosztókkal, mindennek megvan a helye, és a projektor mellett ott vannak a gobók, a gobónak a tartója, és más ilyen fényformálók. Nagyjából ennyi is. Hát a felépítése és a minősége, hát ez egy nagyon-nagyon brutál, erős, durva minőségi cucc. Ahogy mondtam, Bowens Mountot használ, ami azért jó, mert nem csak így a Nenlight-os fényekkel, hanem bármilyen Bowens Mountos fényekkel is tudjuk használni. Megvan a saját jók rendszere, ami azt jelenti, hogy itt konkrétan, ahogy egy telefotó objektívet is azt helyezed az állványra, és nem a kamerádat, itt ugyanúgy konkrétan a Spotlight projektort rakod az állványra, és mögőle fog lógni a maga a fény. De ne aggódjunk, nagyon srap a bíró, és brutálisan be lehet állítani a szögeket, úgyhogy biztos, hogy ott fog maradni még nehezebb fényekkel használva is, vagy ilyen furcsa szögekben. A elején lévő kis forgató az, amivel tudjuk a fókuszt állítani. Előre és hátra tudjuk csúsztatni, amikor így kitekertük ezt a gombot, és így állíthatjuk be, hogy hol legyen a fókuszunk, vagy mennyire legyen homályos, vagy sem. Persze ki is tudjuk venni teljesen magát a lencsét, az objektívet, így akár használhatjuk annélkül is. Az elején látunk egy tartót, amihez filtereket rakhatunk be, mondjuk bármilyen elszínező zseléket, vagy lapokat, és akkor így tudunk játszani a színhőmérséklettel, hogyha a fényünk nem engedi meg. De az igazán király dolgok a hátulján történnek, mert ott vannak ezek a
pengék, ugye a pengékkel, amikkel tudod állítani magukat a fényeket, és itt van a gobónak is a becsúsztatható része, amivel ezeket a nagyon király formákat létre lehet hozni. És nagyjából ennyi maga a projektor. Oké. Álljunk meg egy pillanatra, és hadd kérdezzem meg tőled, hogy használtál már valaha ilyet? Vagy az alapján, amit eddig láttál, hol tudod elképzelni ennek a hasznát? El tudod-e képzelni a mindennapi alkotásodban? Kérlek, írd meg kommentbe, és kezdjünk el beszélgetni róla. Most pedig hadd mutassam meg, hogy a valós életben én mikre használom, és ugyanazokat a kreatív dolgokat, amiket már az előbb is mondtam, csak hogy adjak néhány ötletet neked. Az első dolog, amivel szeretnél játszani, az maga a fénynek a fókusza, hogy ugye csúsztatjuk ezt a gombot az oldalán, és mondjuk egy szép, erős, éles vonalat kapni, mondjuk valami ilyesmit. Ezután el tudjuk dönteni, hogy milyen formájú szeretnénk, hogy milyen formájú legyen maga a fény, de az egyik legkirályabb funkció, ami tényleg egyből a kedvencemmé vált, az, hogy be tudjuk állítani mindenféle szögekbe azt, hogy nézzen ki ez a fény. Egy fontos dolgot el kell mondani amúgy a pengékről, ugyanis ugye vannak ezek a oldalán ezek a kis tartók, amikkel tudjuk irányítani, de ami furcsa, hogy pont az ellenkezőjét csinálják, tehát hogyha lefele nyomom a felsőt, akkor fel fog menni, tehát tud, hogy mindig az ellenkező effekt van, mint amire gondolsz, de el is tudjuk forgatni, és például csináltunk egy ilyen nagyon vékony lézer vonalat, ami például egy kis füsttel, annyira királyul tud kinézni. Hogyha egy szabályos kockát szeretnénk, akkor meg tudjuk azt is csinálni. Most pedig beszéljük át az egyik kedvenc funkciómat, a gobókat. Ahogy mondtam, van ez a kis gobó tartónk, és hogyha ezt kivesszük, ebbe berakjuk a gobót, visszarakjuk, és kész. Az egész egy ilyen metál kialakítású, tök egyszerű használni, viszont egy fontos dolog, hogy mivel ugye ez egy projektor, ezért fordítva kell berakni a gobónkat, és majd így lesz normálisan nem fejjel lefelé látható az egész, hanem ahogy szeretnénk. Szóval, itt fog az egész egybeállni, például van egy ilyen tök jó lombos effektünk, persze most nagyon-nagyon éles, de hogyha a fókuszt beállítjuk és homályossá tesszük, akkor tényleg olyan hatást tudunk elérni, mint hogyha egy fán keresztül jönne a fény. Vagy hogyha szeretnénk a háttérben ilyen kis sejtelmes árnyékokat, akkor tényleg úgy fog kinézni, mint hogyha, ahogy mondtam, hogy a fákon keresztül így a napsugarak így bejönnek. Oké, nézzük meg, hogy milyen gobók vannak, mint például ez úgy néz ki, mint kb. Egy ilyen redőny. Vagy ez olyan, mint egy tűzlabda, annak is hívják, nyilván furcsa így, de hogyha kivesszük a fókuszból, akkor megint nagyon izgalmas hátteret ad. Úgyhogy remélem tudtam adni egy ötletet, hogy mikre tudod használni a gobókat, de igazából, ami még királyabb ebbe a rendszerbe, hogy a saját gobóidat is meg tudod dizájnolni, és mondjuk képzeljük el, hogy dolgozz egy ügyféllel, és a logójukat szeretnéd így projektálni, vagy valamilyen design formájukat, akkor tudsz csináltatni gobókat, rákeresel Google-be, találsz pár dolgot, felrakod a custom design-t, vagy kiválasztod náluk, hogy mik vannak, és innentől kész is vagy. Viszont egy nagyon fontos dolog, hogy tudd, hogy az adott Spotlight projektornak, amit te használsz, mekkora a mérete. A Nanlite MS 66 mm-es, de amúgy a 78 mm-es is működik vele. Csak tud. Szóval gobók. Annyira imádom őket, mert a kreativitást egy full más szintre emeli. Nagyon remélem, hogy elég sok kreatív módot tudtam neked megmutatni, szóval mielőtt elköszönünk egy ilyen végső pro and con, beszéljünk át erről a nagyon király dologról. Számomra InstantGet nagyon hamar az egyik kedvenc eszközöm lett. A negatív oldalon maximum az van, hogy megértem, hogy nagyon sok hőt kell kezelnie, meg ott vannak benne ugye effektíve az üvegek, de király lenne, hogyha könnyebb lenne. És minden, amit elmondtam, az ott van a pro oldalon, hogyha látod magadat ezekben a különböző helyzetekben használni, hogyha gobókat használnál, hogyha szeretnéd formálni a fényt, akkor tuti megéri. Ha pedig mondjuk csak egy főfényt szeretnél, nyilván annak is lehet használni, de lehet, hogy ez mint egy kiegészítő sokkal drágább ahhoz képest, úgyhogy akkor lehet, hogy csak egy sima főfényt érdemes venni. Ezekről amúgy csináltam nagyon sok fényről videót, amit talán ajánlanék erre. Ez egy ilyen flexibilis fényforrás, ami úgy képzeld el, mint egy matrac. Ide fogom rakni, amúgy RGB-s, nagyon érdekes. Ha
elég egy sima főfény softboxsal, akkor gondolkozz azon, de ha van 100-200 ezer forintod és el tudod képzelni magadat a különböző kreatív megoldások használatával, akkor instant get. Ha egy szóval kéne elmondanom, hogy ez mit enged neked, az a kontroll. Pontosan a kontrollról van szó, akár az, hogy milyen formákat szeretnél, vagy mondjuk valahonnan diffúzálni, tényleg a kreativitásod szab határt ennek az egésznek. De ahogy mondtam, hogyha egy nagyon egyszerű első fényt szeretnél, amivel lehet játszani, akkor itt van, nézd meg például ezt a videót, és hogyha pedig érdekel az, hogy milyen maga a Nanlight Forza 150, akkor nézd meg erről a dedikált review-t. Itt szeretném megköszönni a Nanlight-nak, hogy elküldte ezeket a termékeket, hogy review-olhassam, ez tényleg egy valóra vált álom. Link a leírásban, a like-on balatt, amit amúgy nyom meg, hogyha úgy érezted, hogy király ez a videó, vagy valami tetszett benne. Ha nem tetszett, akkor kétszer nyom be amúgy a dislike gombot, mindenféleképpen kétszer, ne egyszer, ne háromszor. Oké, köszönöm szépen, hogy itt voltál, ha nem iratkoztál még fel, kérlek tedd meg a csengővel együtt, és remélem, hogy egy következő videóban találkozunk, mint például ezekben. Klikkelj! Szia! Sziasztok!